Műsorunkat támogatta a Harman, amely nagyszerű, kihívásokkal teli karrier lehetőséget, szakmai képzéseket és versenyképes juttatásokat kínál. Harman, Except Brilliance. Szeretettel köszöntöm a nézőket a Sikersorozat újabb adásában. A mai témánk, hogyan lehet sikeresen kiválasztani vezetőket, és hogy hogyan lehet őket beilleszteni a vállalatba. Erről a témáról szeretnénk beszélgetni vendégeimmel, és szeretettel köszöntelek benneteket, és be is mutatnálak benneteket. Karaszek Szabolcs, a Harman International HR igazgatója, és Csongrádi Erzsébet, az Advanced Mentor ügyvezető igazgatója. Azzal kezdeném, Szabolcs, hogy létszeres mesélj nekem arról, hogy a ti iparágatokban, ez is, hogy mi is ez az iparág, ahol ti dolgoztok, illetve, hogy mi itt a legnagyobb kihívás egy HR számára, milyen elvárásoknak kell megfelelnetek? Jó, hát köszönöm szépen a meghívást. A Harman az autóiparban tevékenykedik, illetve az autóiparon belül az autóelektronikában. 1995 óta van jelen a hazai piacon, és immár eljutottunk oda, hogy 22 év alatt 3000-nél is több főt foglalkoztatunk. A kihívás az autóiparból fakad. Az autóipar Magyarországon az egy húzóágazat, és mint ilyen egyébként nagyon sok kihívással teli. A mi legnagyobb kihívásunk pedig nem más, mint ugye, hogy megfelelő és szakképzett munkaerőt találjunk minden területre. Nem tudom azt mondani csak, hogy a operátorokra, vagy a kétkezi betanított munkásokra, hanem a legmagasabb szintű pozíciókra is keresünk, és éppen ezért meg kell találnunk azokat a motivált, proaktív, innovatív embereket, akik az autóipari tapasztalatukat tudják segíteni a mi munkánkat. És nem elég az, hogy ezeket az embereket megtaláljuk, be is kell vonzani a céghez, és ha már bevonzottuk a céghez, akkor nekünk képesek kell lennünk egy olyan jövőképet adni, egy olyan víziót adni nekik, hogy a Harman egy stabil, megbízható cég, ami egyébként igaz is, hiszen Magyarországon, ha jól emlékszem, a 35. legnagyobb vállalat vagyunk, Fejér megyében pedig, abban a régióban pedig a második legnagyobb vállalat vagyunk, és azt gondolom, hogy azokat a termékeket, amiket gyártunk, és abban a szegmensben begyártunk, mi világon és Magyarországon is piacvezetők vagyunk. Volt-e valami konkrét oka annak, hogy azt mondtátok, hogy jó lenne egy külsős tanácsadó, hogyha segítene? Mi volt egyáltalán az elindítója ennek a projektnek? Mindig jó, hogyha egy külsős tanácsadó segít egy cégnél, én azt gondolom, és az Erzsi személyében mi azt gondolom, hogy nem csak egy tanácsadót. De miért jó, hogyha van egy külsős? Azért, mert talán belülről létezik egy ilyen üzleti vakság, amiben szenvedünk, és nem biztos, hogy mi objektíven tudjuk látni azokat, vagy objektíven vagyunk képesek látni azokat a dolgokat, amiben egy külső tanácsadó teljesen objektív képet tud nekünk adni. Egy fél évvel ezelőtt kineveztek hozzánk egy nagyon agilis, nagyon jó gondolkodó gyárigazgatót, és még a kinevezését megelőzően avval kereste meg a HR-t, hogy ő szeretne képet kapni arról, hogy az ő újonnan átvevendő elektronikai területét, az elektronikai gyártást valóban a megfelelő pozícióban megfelelő emberek ülnek, illetőleg, hogy ezek az emberek rendelkeznek azokkal a képességekkel, azokkal a kompetenciákkal, illetőleg elfogadják-e őket ezekben a pozícióban, amire neki szüksége volt. Éppen ezért megkerestük Erzsit, akivel azt gondolom, hogy nem csak egy nagyon jó tanácsadóban, hanem barátra is lehetünk, hiszen ő neki abszolút nem volt érdeke, hogy más képet vessen le rólunk, és más tanácsot adjon, mint azt gondolom, ami belőle jön, és elkezdődött egy olyan program, ami tulajdonképpen a megfelelő pozícióban megfelelő embert volt hivatott megtalálni. Uh-huh. Erzsi, hogyha azért ezt a megfelelő pozícióban megfelelő embert, hogyha egy picit jobban kifejtenél nekem, hogy mi volt ennek az egész felmérésnek a célja és a lényege? A felmérés igazából azt célozta, hogy egyértelművé tegyük, hogy az ott dolgozó menedzserek, kulcspozícióban lévő emberek személyiségük szerint mennyire illeszkednek a feladatkörükbe, illetőleg képesek-e a legjobb tudásukat adni, a körülmények ezt biztosítják-e, kapnak-e ebben segítséget, támogatást, jól érzik-e magukat. A felmérésben sok olyan információ derült ki, amire nem is számítottunk, hogy mennyire tudatosan gondolkodnak az emberek a jövőjükről, tehát az is fontos számukra, hogy milyen cégben dolgoznak, milyen csapatban dolgoznak, és igyekeztünk kideríteni azt, hogy
számukra milyen segítségre van szükség. Ennek a felmérésnek a kapcsán indult aztán tovább a folyamat, amikor a fejlesztésre került a hangsúly. Még egy kicsit visszatérve magára a felmérésre, itt milyen hogy zajlott egyáltalán ez a folyamat, és miféle eszközöket használtatok ehhez a felméréshez? Szeretném megemlíteni rögtön itt az elején, hogy nehogy aztán elsikadjon, hogy számomra rendkívül nagy élmény volt, hogy ebben a cégben a topvezetők, akik rendkívül elfoglalt emberek, magukat nagyon oda tették, és ez természetes, hogy a HR ezt egy központi projektnek gondolta, és Szente Ferenc, aki az új kinevezett vezető volt, de az addigi vezető, aki magasabb szintre került, mert valamennyi gyár egység élén Vice President Hungary címmel dolgozott tovább Kis István, is sok időt szánt arra, hogy felkészüljünk erre a programra, majd értékeljük. És bizony, számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy érezzem, hogy nem csak kipipálnak egy programot, hanem tényleg igazán kellő fontosságot biztosítanak. Nagyjából úgy vázolnám fel a programot, hogy ugye egy eszközt, ilyenkor egy tárgyalagosan mérő eszközt mindig célszerű felhasználni, és ez a Thomas International-nek a kompetencia elemző rendszere volt, egy diszk alapú ipszatív tesztrendszer, elemzőrendszer, amelyik nem normához mér, tehát nem azt mondja, hogy valaki jó vagy rossz, hanem vizsgálja a személyiségemben lévő arányokat, és az erősségeket hangsúlyozza. Ezt mérjük a feladathoz, a munkakörhöz, és vizsgáljuk azt, hogy munkahelyi viselkedés, munkahelyi körülmények között saját magát tudja az illető adni, ha változtat, próbáljuk kideríteni, hogy a szervezet ennek az oka, a vezetője az oka, a beosztotti kör kezelésében van-e az illetőnek problémája, illetőleg a harmadik ábránk azt mutatja, hogy stressz helyzetben az illető hogy küzd meg a feladataival, mennyire tudja leküzdeni egyrészt a stresszt, és ilyen viszonyok között is eredményes tud-e lenni. Természetesen, igen. Bocsáss meg, hogy a maga ez a vizsgálat, ez milyen körre terjed ki a cégen belül? A cég felső menedzsmentjét kezdtük el vizsgálni, de még be sem fejeztük ezt a folyamatot, annyira sikeresnek tűnt, és olyan információk is jöttek menet közben, hogy annak alapján úgy döntöttünk, illetve a cégvezetői úgy döntöttek, hogy feltétlenül szükséges az, hogy a középvezetői réteget is megvizsgáljuk, illetve kiemelt funkcióban lévő szakértő munkatársakat, hiszen csak így fogjuk látni azt, hogy a szervezet egészében hogy hat ki a felső menedzsment működése, illetve hogy hat vissza a menedzsmentre a középvezetői rétegnek a működése. Menet közben derült ki az is, hogy a középvezetőkkel erőteljesen azért kell foglalkozni, és ezt Szente Ferenc külön hangsúlyozta Szabolcssal kidolgozott terv alapján, mert hiszen az is egy megfogalmazott cél volt, hogy termentesítsük a felső menedzsmentet, amelyik nagyon-nagyon leterhelt volt. Tudni kell, hogy itt például az üzletág igazgatóknak nagyon-nagyon komplex és összetett a feladata. Sokszor több száz fő termelésben dolgozó emberért is felelnek, ugyanakkor a legnagyobb gyártó, autóipari gyártó cégek, úgy mint Jaguar, Volvo, BMW, Daimler, és sorolhatnám tovább ezeket a cégneveket, ilyen cégeknek komoly vezetői kapcsolatait kell, hogy kezeljék üzleti oldalról. Tehát nagyon összetett feladatkört kell ellátniuk. Fontos, hogy a stratégiára figyeljenek, a munkaszervezésre figyeljenek, és éppen ezért a középvezetőket gondoltuk, hogy erőteljesebben kell az önállóság irányába fejleszteni, és amennyire lehet az esetleg alvó pozitív képességeiket is felszínre hozni. Mondtad, hogy a felső vezetést is mértétek. Mennyire izgalmas egy külső tanácsadónak, egy cég felső vezetésének akár olyan visszajelzést adni, ami hát ugye őszinte, mennyire lehet ilyenkor őszintének lenni, mennyire tudod megmutatni tényleg pró és kontra érvekkel az ő erősségeit, vagy éppen a fejlesztendő területeit?
Számomra ez egy döbbenetesen pozitív élmény volt, hogy ezt nem csak mondom, hanem tényleg tapasztaltam, hogy rendkívül őszinte légkörek voltak ezek a beszélgetések, szívesen nyíltak meg nekem az emberek, akár a top vezetők is, és tulajdonképpen nem is nagyon tudok olyan környezetben eredményesen működni, ahol nem ez az igény. Megtanultam, és erre súlyt is helyezek, nagyon tapintatosan fogalmazni, de ugyanakkor leplezetlenül megfogalmazni mindazt a dolgot, ami az illető számára segítség lehet. Azt hiszem, hogy ma még mindig gondban vannak az emberek azzal, hogy hogy fogalmazzák meg a másikkal kapcsolatban az elvárásaikat, úgy, hogy ne sértődjön meg. Én úgy gondolom, hogy a jelenség szintjén mindenki érzi, hogyha valamiben sikertelen, hogyha falak emelkednek és nem ajtók nyílnak, hogyha úgy érzi, hogy nem értették őt meg jól. És ezekben a beszélgetésekben, ami a tesztről adott visszajelzéshez is kapcsolódik, de igazából kötetlen beszélgetés a munkatapasztalatokról, az ő módszereiről, a sikerekről és az esetleges kudarcokról menet közben ki tudunk térni olyan tényezőkre, olyan dolgokra, amik számára segítőek tudnak lenni, és ezért én úgy éreztem, hogy nagyon hálásak tudnak lenni. Uh-huh. Természetesen kiemeljük az erősségeket, de nincs olyan ember, akinek ne lenne dolga azzal, hogy valamiben fejlessze magát. És itt mérünk a környezet igényére is nyilván, tehát hogy az adott szervezetben, igazából ebben a cégkultúrában ki milyen módon tud sikeres lenni. Igen, ez már itt a vége, ugye, amikor már megvan az eredmény, és megvolt a beszélgetés. De még mielőtt, tehát amikor megvan maga, felvesszük ezt, mondjuk például ezt a kérdőívet, és még várakozási állapotban vagyunk, hogy mi lesz ennek az eredménye, és hogy egyáltalán egy cég mit fog ebben kezdeni, így egy HRS szemmel, te hogy láttad ezt, hogy milyen érzelmeket váltott ez ki, volt-e félelem, volt-e ellenállás egyáltalán ezzel a programmal kapcsolatosan? Ellenállás nem, érdeklődés, meg egy természetes félelem biztos, hogy volt. Amit mi úgy próbáltunk megkezelni, hogy mind a gyárigazgatóval, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Erzsi említette, hogy a magyarországi gyártóegységekért felelős Vice President Kis István úr, mint topvezető bevonta magát ebbe a programba, és az elejétől kezdve nagyon transzparensen kezeltük a helyzetet. Tehát nem akartuk azt, hogy az emberek valami nagy titokzatosságot véljenek felfedezni, hanem megmondtuk nekik előre, hogy lesz egy ilyen program, és hogy ki az, aki részt fog ebben venni. Ugyanakkor megbeszéltük egymás között, és ez számomra nagyon fontos minden HR projektben, hogy mit kezdünk az eredménnyel. Mert az eredmény lehet jó, és lehet rossz. És a legrosszabb ugye az, amikor az eredmény rossz, és akkor ki kell tudnunk mondani olyan dolgokat, amit addig csak sejtettünk, vagy éreztünk. De megbeszéltük az elején, hogy következetesen végig fogjuk vinni ezt a programot, és bármennyire rossz az eredmény, nem fogjuk se saját magunkat, se adott esetben a kollégát ámítani, hanem őszintén el fogunk beszélgetni az eredményről, illetőleg az eredményből fakadó következményekről. Így volt egy természetes félelem a csapatban, de utána ez átcsapott egyfajta érdeklődésben, és azt gondolom, hogy amikor az Erzsi eljutott ezekhez a személyes megbeszélésekhez, akkor ez már teljesen természetesen ment, megnyíltak az emberek, őszinték voltak, elmondták azt, amit gondolnak, mind rólunk, mind egymásról, mind saját magukról. És ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy a sikeres cégben úgy lehetünk sikeresek mi magunk is, hogyha a megfelelő embereket a megfelelő érzéklettel és a megfelelő pozícióba tudunk helyezni. De ahhoz nagyon kell, hogy szembenézzük azokkal a negatív vagy kritikus dolgokkal, amikkel nem akar egy cég szembenézni. Mi azt gondolom, hogy ezt megtettük, és nagyon sikeresen tettük meg. Uh-huh. És milyen visszajelzéseket adtak egyébként, amikor megkapták a visszajelzéseket Erzsitől, akkor milyen hangok jöttek neked vissza, hogy érték ezt meg? Hát az első az a megdöbbenés hangja volt, ugye aki kitöltötte a diszket, az tudja azt, hogy 24 kérdésre kell válaszolni. És utána megdöbben az ember, amikor kap magáról egy több oldalas képet, amivel addig nem rendelkezett, és egyáltalán nem tudta magáról, hogy te jó ég, hát ez én vagyok. Ezt megcsináltuk mindannyian, és nagyon megdöbbentünk. Tehát az első az a döbbenet hangja volt. A másik az a kíváncsiság hangja volt, mert az emberek többet akartak már erről tudni. És a harmadik talán az tényleg nevezzük a megnyílásnak, amikor már elfogadták ezt, hogy bizony, ez a teszt nem téved, vagy nem tévedhet akkorát, mint amit ők gondolnak, és elfogadták ennek az eredményét, amikor pedig a visszajelzések megtörténtek, több irányban indultunk el. Valaki nem volt jó helyen, valakinek
valakinek talán a csapatban betöltött helye, vagy egyáltalán a pozíciójában nem volt komfortos az élete. Ott döntöttünk arról, hogy laterálisan mozgattuk el, hiszen nekünk minden ember érték, hiszen ebből áll a cégünk. Az értéket az ember teremti, bármennyi robot, bármennyi gép van a gyárunkban. A másik eredmény pedig, amikor ugye valaki megfelelő helyen volt, ott értelemszerűen ott a megerősítés kellett, illetőleg nyilván volt egyfajta képzési terv már a fejünkben, hiszen láttuk azt, hogy csoportszinten milyen igények jelentkeznek, hogy kinek mi a gyengesége, mi az erőssége. Ott is nagyon nagy szerencsénk volt, hiszen a Group Dynamics csapatával tudtuk együtt dolgozni, asszertivitás, delegálást, egy kis időgazdálkodást vittünk bele a fejlesztésekben, és ezt nagyon szerették az emberek, mert úgy érezték, hogy investálunk beléjük. És ez az investum, ez azt gondolom, hogy meg fog térülni. Volt három olyan eset, amikor azt kellett mondanunk, hogy nem a megfelelő emberül a megfelelő pozícióba. Én azt gondolom, hogy helyesen cselekedtünk, ez egy közös akaratnak a kinyilvánítása volt, hiszen nem ámíthatjuk se az embert, se a céget abban, hogy egy adott üzletág sikeres lesz, hogyha egy olyan ember vezeti, akit mondjuk a csapata nem fogad el, vagy éppen önmagában nem biztos, vagy keresi azt az utat, hogy hogy lehetne jobb, de ez már frusztrációhoz vezet, vagy valami fajta hibázáshoz vezet. Három esetben sajnos személycsere történt, az a HRS-nek soha nem boldogság, de azt gondolom, hogy meg kell tenni annak érdekében, hogy a célunkat, amiért egyébként elindítottuk a programot, azt elérjük. Erzsi, én ismerlek téged sok-sok éve, és tudom, hogy te egy olyan ember vagy, aki szeretsz segíteni és szeretsz adni az embereknek. Tanácsadóként egy ilyen döntésben, amiről most az előbb a Szabolcs is beszélt, ez milyen, hogy tulajdonképpen hogy tudod vállalni azt a felelősséget, vagy miként élette meg azt a fajta felelősséget, hogy ki kell mondani azt, amit az előtte is megfogalmaztál, hogy hát ez az ember ide nem lesz alkalmas, és igazán nem lesz sikeres. Ezt te hogy éled meg, hogy kezeled? Bizony ez egy érzékeny dolog, mert magamat is érzékeny embernek gondolom, és ugye a humán terület, amin dolgozunk, alapvetően általában olyan embereket is hozzá a területre, akiknek nagyon fontos, hogy az emberek jól érezzék magukat a munkájukon, és természetesen annyira jó, hogy az ember dicsérhet, és én magam is, mint tanácsadó, örülök, amikor látom, hogy valaki harmonikus, boldog abban a munkakörben, és együttműködő környezetet tud ő maga is kialakítani vezetőként, jó csapatszellemet. De igazán összeszorul akkor a szívem, amikor látom már a Thomas ábrán is azt, hogy ott komolyabb problémák lehetnek. Külön segítség volt, vagy azt gondolom, hogy én így jobban is tudtam segíteni valóban, hogy a vezetői, különböző vezetői szinteken dolgoztunk, mert így láttam azt, hogy kiket irányít egy adott vezető, és azt is láttam, hogy egyik vagy a másik bizony egy kicsit nehezebb helyzetbe került, mert itt nagyon sok az önálló gondolkodású, kreatív, innovatív gondolkodású ember, gondoljunk bele, hiszen itt nagyon erősen a fókuszban van, a központban van a fejlesztés is. Ezeket a projekteket nem kész állapotban kapja meg az itteni gyártócég, hanem bizony itt értéknövelt tevékenységről van szó. Olyan típusú emberek tudnak jól helytállni, akik nagyon önállóak, de vezetőként némelykor nem annyira könnyű mindegyik embert irányítani. És vannak olyan top vezetők itt a cégnél, akik nagyon sikeresek tudnak ebben lenni, mert a személyi adottságuk erre megfelelő. Vannak olyanok, akikről, mint kiderült, nagyon kellemes és jó személyiségű emberek más közegben tökéletes munkát fognak tudni végezni. Ebben a komplex szerepkörben, amiről az előbb is már beszéltem, vagy említettem, nem könnyű eleve helytállni mindegyik oldalon ebben a nagyon erős gyártói közegben, a fejlesztő mérnökök projektirányításában és a külföldi ügyfél kapcsolattartásban egyaránt. Különösen mértőkiterű embereknél szokott ez problémát jelenteni, hogy társuljon a nagyon jó kommunikációs ügyfélkezeléshez és a jó vezetői készségek is. Amikor nyilvánvalóvá vált a teszt alapján is, hogy az illető problémákkal küzd, és ezt beazonosítottuk a személyes beszélgetésekben is, illetőleg az adott vezetőknek a beosztott vezetői köréből olyan információk jöttek, amik megerősítették, hogy valóban azokról a problémákról van szó, amit már előzőleg megállapítottunk, akkor úgy gondolom, hogy teljesen felesleges lett volna hezitálni az ügyben, hogy az illető ott maradjon-e, hiszen az ő
önbizalmát, önértékelését rontotta volna hosszú távon, hogy jönnek felé a kevésbé jó üzenetek, egyrészt, másrészt az eredmények is természetesen ilyen esetben elmaradnak, hiszen minden sokkal nehézkesebben történik, és előfordul, hogy a beosztott vezetőknek kell már az ő helyette is megküzdeni problémákkal. Ezért volt az, hogy elégedettek voltak itt igazából a top management tagja, illetve hát igazából az első számú emberek a cégnél, a HR igazgató Szabolcs és a két első számú vezető, mert tulajdonképpen ők pont ugyanazoknál az embereknél láttak problémát, amit én is definiáltam, és ez olyan megnyugtató volt. Ez egy megerősítés. Ez egy megerősítés volt számukra egyrészt, másrészt meg tudtuk beszélni azt, hogy lehet ezt tapintatos módon kezelni. Én úgy gondolom, hogy ők siker felé lettek fordítva egy másik cégnél. Én magamnak ezt így fogalmazom, és ez nem csak azért mondom, mert ez megnyugtató, hanem mert ez így szokott történni. Ugye sok év tapasztalatom ezt mutatja, hogy egy ilyen kudarcon át lehet lépni, egy vélt kudarcon, és máshol újra lehet kezdeni egy neki sokkal jobban megfelelő pozícióban, és egy másfajta kritériumrendszerben, ahol sikeres tud lenni. Szabolcs, így a jövő kiválasztását gondolva, mi az a módszer, vagy hogy hogyan álltak neki, hogy akkor eleve elkerüljétek azt, hogy olyanok kerüljenek be, akik igazán nem odavalók lennének? Hát itt a válasz két részre bontanám. Az egyik az az, hogy aki új vezetőként kerül be a cégbe, illetőleg ne felejtsük el, hogy új vezető lehet az is, aki belülről neveződik ki, vagy hát belülről lett promótálva. Nekem borzasztó szerencsém van, hiszen az a HR csapat, akivel én dolgozom, 3 éve szinte stabil, és azért elég sok rempapot vagy rempapnak nevezett dolgot megértünk, ugye, ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon nagy tömeges felvétel van, és értelemszerűen ugye vonza magával az, hogy több új vezetőt is veszünk föl, és 3 év alatt nagyon sok úgynevezett lessons learned van már a fejünkben, hiszen megtanultuk azokat a buktatókat, gyerekbetegségeket, hogy lehet elkerülni azt, hogy félresikoljon ez a vezetőkiválasztás. Ugyanakkor a felső vezetői szint az valamiért mindig más, főleg aki mondjuk úgy, hogy az utcáról kerül be a céghez. És itt a első segítségével, illetőleg abban az objektív alapúvá tétellel azt gondolom, hogy most már sikerült ezeket a gyerekbetegségeket kiküszöbölni, hiszen együtt dolgozunk ugye az Advanced Mentorral, itt említettem, 3 pozíciónál kellett azt mondanunk, hogy döntést kellett hoznunk, és ahogy az Erzsi említette, egy másik karrier felé elindítani a kollégákat, vagy volt kollégákat. De ugyanakkor objektívvé tettük a kiválasztás, ne hasonlítésszerűen döntünk innentől kezdve arra, hogy kik kerülhetnek be a vezetői pozícióba, hanem akik most bekerültek, azok érezték azt, hogy komoly teszteken mentek keresztül, és megpróbáltuk tényleg kiszűrni a lehető legtöbb szubjektumot a kiválasztásból, hanem adat és mérés alapúvá tenni az, hogy egy adott pozícióban milyen kompetencia elvárása van a cégnek. Ez kellett, azt kell mondjam, hogy 2 év a legalábbis az én HR pozíciómba kerüléstől legalább 2 év, amire rájöjjünk erre, hiszen ennek az elfogadottsága azért nem annyira jó, hiszen nagyon sokan félnek ezektől a tesztektől, nem biztos, hogy a cégnek a jó arcát vélik felfedezni, hogyha valakik egyszerűen megkeresi őket tanácsadó, hogy tudom, hogy jelentkezte egy pozícióra, de bizony, hogy ahhoz, hogy bekerüljél, keresztül kell menned több lépcsőn, mert ugye hozzászoktattuk a jelölteket ahhoz, hogy van 1 kör, 2 kör, és a harmadikon majd döntünk. Tehát ezt mi teljes mértékben kiszűrtük. Az Erzsének borzasztó jó tanácsadói vannak, és hát hál' Istennek azért az ő személye garancia nekünk arra, hogy az eddig 3 lecserélt felsővezetői pozícióban tényleg olyan szakemberek kerültek, akik rövid távon meg tudták mutatni azt, hogy mi a sikerüknek a kulcsa. Ugyanakkor ezt most már elkezdtük alkalmazni a belső promócióknál is, hiszen a belső vezetőkről is beszélünk, és a harmadnál ez egy érték, hogy bizony nagyon támogatjuk azokat, akik réges-régen a harmadnál dolgoznak, mennek előre a ranglétrán, és hogyha ugyanannak az objektív mércének megfelelnek, mint bárki más, akit ugye külsősként veszünk föl, akkor azt gondolom, hogy el fogunk jutni oda, hogy a vezető kiválasztásunk mellézni fogja az összes olyan külső körülményt, amiben nem mérés vagy nem adat alapon döntünk. Ugye most beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy ennyire objektíven végig gondolva az elvárásokat választatok ki. De igazából meg is kell őket tartani, be is kell őket integrálni a szervezetbe. Ebben Erzsi, te mint tanácsadó, hogyan tud segíteni a vezetőknek?
Az új munkatársak integrálása, abban az esetben, hogyha a fejvadász munkát is, tehát a munkaerőkeresést is én végeztem, része a szolgáltatásomnak. Ehhez én ragaszkodom, ez nem kerül plusz pénzbe, ez diktálja a felelősségtudatom. Tudnélik, ha bekerül egy vezető a cégbe, akkor nem biztos, hogy olyan könnyű számára megmutatnia az összes képességét első pillanattól kezdve. Lehet, hogy pont azért hoztuk őt egy másik cégből át, mert olyan kiváló szaktudása van, de azon kívül onnan valami fajta know-how-t is hoz. És a vezetői tapasztalatait és a működését nem fogja tudni segítség nélkül első pillanattól kezdve optimálisan működtetni. Ebből indulunk ki. Nagyon kapóra jött most egyébként ez a mi kis programunk, olyan szempontból, hogy ugye miközben a felmérés és a fejlesztő programok elindultak, a közben csatlakozott ez a három kiválasztott munkatárs is a céghez. Eddig még nem beszéltünk róla, de az egyik legnagyobb élmény számomra az volt itt a program kapcsán, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az üzletágvezetőket, illetve a különböző funkcionális területek vezetőit, top vezetőit, a vezetett, tehát középvezető munkatársakkal egy-egy ilyen kis team coaching, tehát ilyen csapat programba hozzam össze. Ezt általában 2-3 órára terveztük, de aztán rájöttünk arra, hogy csak nem egy egész nap kell hozzá, hiszen annyira belejöttek a munkatársak, hogy sorra inkább lemondtak, lemondható további programot, hogy ezen részt tudjanak venni. Ezek az alkalmak ennek a három vezetőnek azt gondolom, hogy különösen sokat adtak, hiszen felgyorsították az egymás megismerését. A munka körülmények közötti hektika erre kevésbé ad lehetőséget, hogy sok oldalon ismerjük meg a másikat, hogy megismerjük őt, hogy honnan jött, fiatalabb korában mi foglalkoztatta, milyen kedvtelése van, milyen családi körülmények közül jön, milyen céljai vannak az életben, mi az, amit magáról szívesen elmond, hogy egy kicsit kérdezgetjük, és így egy kicsit meg is tanulták egymástól ezt megkérdezni, megválaszolni. Nyilván a jobban összeszokott csapatoknál arra került a hangsúly, hogy adjunk visszajelzést arról egymásnak, hogy hogy tudunk még jobban működni, mi az, ami szerintünk nagyon jól működik, mi az, ami akár személyre szabottan jobban is mehetne, mi az, amiben érdemes lenne a másiknak talán egy kicsit fejlődni vagy odafigyelni, de természetesen emellett arra került a hangsúly, hogy mi az, amiért tiszteljük, miért az, miért kedveljük, mik az ő jó tulajdonságai, sok humor és kedvesség vegyült ebbe, és igazán meg kell mondanom, hogy csodálatra méltó, hogy mennyire tapintatosan tudták kifejezni magukat, és mindamellett mennyire őszinték tudtak lenni az emberek. Számomra az volt a meghatóbb, amikor tényleg ez egy nagyon férfias közeg, de a program végén odajöttek valamennyien, és puszival, kézfogással, öleléssel búcsúzkodtunk el, mert azt gondolom, hogy nagyon sokat adtunk egymásnak ebben a beszélgetésben. Az új munkatársaknak a beintegrálását, ha nincs ilyen program, én akkor is fontosnak tartom. Ez csak egyszerűen arról szól, hogy a top vezetőkkel úgy állapodok meg, és itt elsősorban a HR-re gondolok, akik az együttműködő partnereim, és tényleg a Szabolcsal ezt mi nagyon jól kidolgoztuk már egymással. Már az elején megbeszéljük azt, hogy én időnként megjelenek, lehet, hogy nem személyesen, virtuálisan, de jelzem azt, hogy visszajelzést szeretnék kapni az illetőről, tudok arról diplomatikusan megfogalmazva, hogy ilyen vagy másfajta problémái lehetnek, mi az, amivel tudjuk őt segíteni az adott körülmények között. Ezt nagyon nagyra becsülik. Nagyon konkrétan így mondta nekem két kihelyezett pályázó is, hogy mennyire jó, hogy én fogom a kezét, és ezen én elérzékenyültem, mert távolból tényleg fogom a kezüket, és odafigyelek arra, hogy sikeresek tudjanak lenni, ez számomra is nagyon fontos. Így lassan a beszélgetés végéhez érve, összefoglalva, én azt érzem, hogy a ti cégettek így az Erzsi segítségével egy nagyon erős win-win helyzetre törekedve
ezt valahogy úgy fogalmazátok meg, ezt a megfelelő ember a megfelelő helyen, hiszen ez siker az egyén számára, siker a vezető számára, és csak így lehet sikeres a cég is. Úgyhogy én kívánok nektek sok sikert ehhez az úton, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hívom önöket március 30-án szintén a képernyő elé, ahol a vezetők fejlesztéséről fogunk beszélgetni. Viszontlátásra! Műsorunkat támogatta a Harman, amely nagyszerű, kihívásokkal teli karrier lehetőséget, szakmai képzéseket és versenyképes juttatásokat kínál. Harman, Except Brilliance.